Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és ahogyan azt már megszokhatták, itt havonta egyszer mindenképpen a várost érintő ügyekről, küzdjekről ejtünk szót, változásokról, tervekről. Stúdiónk vendége Cserpalkovics András, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, polgármester úr. Én köszönöm szépen a meghívást, és jó estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt egy hónaphoz képest az mindenképpen szerintem egy hatalmas változás, hogy ugye június 15-től az önkormányzatok már tarthatnak üléseket. Ez mit jelent Székesfehérvár életében? Mikor lesz közgyűlés? Szerintem ez egy nagyon időszerű és helyes döntés. Szerencsére az élet egyre több területe áll vissza a normális kerékvágásba. Az újraindítás nagyon-nagyon sok területén, akár a városi közösségi életnek is pozitív változásokról szól. Emellett azért nem állom meg, hogy ne kérjem azokat, akik még nem oltatták be magukat, hogy tegyék meg pont annak érdekében, hogy a maguk mások egészsége védelmén túl ez a fajta újranyitás, ez végérvényes is tudjon lenni, és ha lesz is újabb hullám, talán már ilyen korlátozásokra nem kerül sor. És ezen korlátozások egyike, ami június 15-ével megszűnik, ugye rendkívüli jogrendben, az alapvető jogszabályi háttért tekintve, a polgármester gyakorolt egy-két kivételtől eltekintve minden közgyűlési hatáskört. Ez azt jelentette, hogy amit egyébként normál keretek, körülmények között a közgyűlés, a képviselőtestület dönt el, amit a polgármester vezet, de csak egy szavazata van a polgármesternek is a testületben, mi esetünkben ugye 21 fős ez a testület, az a polgármester hatáskörévé vált ebben az időszakban. Tehát minden rendeletet egyedül alkottam, határozatot egyedül hoztam meg. Ez persze egy rendkívüli veszélyhelyzeti időszakban indokolt lehet, de azért nem egy kellemes plusz felelősség. Azért nem véletlenül a demokráciának az alapja egy testületi működés, a többségi elv érvényesítése, főként úgy, hogy Fehérváron azért a döntések jelentős részét azt nagy arányba vagy egyhangulag hozza meg a közgyűlés, de mégiscsak több szem többet lát, több vélemény hangozhat el. Erre ugyan volt lehetőség, hiszen sok konzultációt folytattunk. Tehát az utoljára. Ez a része voltak az egyeztetések, voltak a frakcióvezetőkkel egyeztetések, volt például a menetrend tekintetében egy képviselői konzultáció, ami majdnem teljesen úgy működött, mint a közgyűlés, de a végén ott is a döntést maga a polgármester hozta meg. Ez nem Fehérváron volt csak így, hanem az összes településen, kicsi községektől egészen a fővárosig, és ez az, ami most megszűnik a június 15-i új szabályozással, ami azt jelenti, hogy utána össze lehet hívni a közgyűlést. Egyébként tájékoztató formájában el fogom mondani, hogy összesen hány rendeletet, hány határozatot hoztunk így meg az elmúlt hónapokban, és azt is, hogy várhatóan június 25-ére fogom összehívni a rendkívüli közgyűlést, és ott már rendes, hagyományos közgyűlési keretek között fogunk várossal kapcsolatos döntéseket hozni. Ez ugye az egyik része az életváltozásának, a másik az, amit említett is, hogy hát folyamatosan nyitunk. Ugye az oltottak aránya elérte azt a szintet, amikor ez már megengedhetővé vált, és hát így egy kicsit már sokaknak a szíve megdobbant, hogy a nyár vonatkozásában itt is elindul az élet. És hát lehet is látni ezt az életet azért most már a városban, hiszen nagyon sok olyan rendezvényen vehetünk már részt, akár mondjuk a kulturális életben, kiállítás megnyitón, koncerten, majd a színházi előadáson mehetünk adott esetben új sportrendezvényre, tehát tényleg az újraindításnak látszanak a jelei, élettel megtelt újra a belváros, a teraszok tele vannak, jó hangulatú, mosolygós embereket lehet látni. Itt is felhívva a figyelmet, hogy még néhány szabály érvényben van, kérem, hogy ezeket a szabályokat mindenki tartsa meg, fogadja meg a szakemberek javaslatait, és még mindig milliószám találunk olyan embert, aki nem vette föl az oltást, pedig ma már az oltások, a vakcinák típusa között is lehet választani, úgyhogy én bízom abban, hogy még sokakat rá tudunk venni azért, mert ez is hozzátartozhat ahhoz, hogy tényleg egy nyugodt nyarunk legyen, egy izgalmas, szép nyarunk legyen, mosolygós nyarunk legyen, amiben a nyári rendezvények is beletartoznak. Mi most úgy készülünk, hogy figyelemmel természetesen ezekre a bizonyos meglévő szabályokra, de a főbb nyári eseményeket meg fogjuk tudni tartani, a múzeumok éjszakájától egészen a királyi napokig. Van még néhány bizonytalanság, itt kérek egy kis türelmet, megértést. Nem mindegy, hogy augusztus közepén, végén, vagy éppen szeptemberben mondjuk egy lecsófőző igazságoknál milyen járványügyi adatok lesznek, illetve hogy éppen milyen aktuális szabályok, lesz-e például védettségigazolvány, vagy nem lesz védettségigazolvány, lesz létszámkorlát, nem lesz létszámkorlát.
emiatt lehetnek még változások a rendezvénytérképen, a programok sorozatában, de úgy készülünk, hogy hagyományosan ezeket meg tudjuk tartani. Nem szeretnénk azonban a belvárosban zárásokat alkalmazni, tehát azoknál a nagyobb létszámú rendezvényeknél, ahol kötelező a védettségigazolvány, ott nem gondoljuk jó megoldásnak, hogy a főteret lezárjuk, hogy az ICSI színpad előtti teret lezárjuk. Tehát ha augusztus közepén még ez a fajta szabályrendszer lesz életben, akkor várhatóan jól zárható térbe visszük át mondjuk az István a királyt vagy más koncerteket, ez lehet a Bregyó, lehet kinnadott esetben a MÁV pálya területe, de ha már esetleg ezek a szabályok akkor nem élnek, akkor maradnak a belvárosba. Úgyhogy ennyiben még kérek egy kis megértést, türelmet, de a kollégák már lázasan készülnek a nyári rendezvényekre, és azt látom az elmúlt hetekben, hogy erre nagyon nagy igény is lesz, és ne felejtsük el, hogy ezzel most segíteni tudunk a vendéglátósoknak, segíteni tudunk azoknak, akik a turizmusból élnek, ez munkahelyeket jelent, ez bevételt jelent, a munkabért jelent, egzisztenciát a családoknak. Ezért hoztuk meg azt a döntést is, hogy most a labdarúgó Európa bajnokság idejére is megemeljük a teraszok nyitvatartásának lehetőségét vasárnaptól péntekig este 11 óráig, pénteken és szombaton este pedig éjfélig lehetnek a teraszok nyitva. Annyit kérünk a vendéglátósoktól, hogy viszont ezeket a szabályokat tartsák be. A belvárosiak ezt elfogadták, az volt a kérésük, hogy viszont ezek a zárási időpontok, ezek tényleg legyenek zárási időpontok, de tényleg megértést, türelmet kérek, ugye nincs például Fezen szervezői úgy döntöttek, hogy így most nem szervezik meg, viszont van egy liget, amit most egy kicsit ki is próbálunk, hogy kicsit ilyen Fehérvár Park jelleggel, hogy tud ez működni, ugye július hónapban lesznek elsősorban pénteken és szombaton koncertek, naponként egy vagy két koncerttel és este 10 órás zárással. A magyar előadókkal úgy hallom, hogy sokan érdeklődnek, úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg mosolygós, jókedvű, szép nyarat tudunk biztosítani a fehérváriaknak is, és hát azoknak a vendégeinek, akik pedig Fehérvárra látogatnak. Szerintem a belföldi turizmus az nagyon erős lesz az idei nyáron, úgyhogy ez biztos, hogy érzékelhető lesz itt Fehérváron is, bár most a labdarúgó 21-es Európa bajnokságnál éppen német és holland szurkolói csoportokkal lehetett a városban találkozni, akik úgy néztem, hogy egyébként nagyon rácsodálkoztak, hogy itt már milyen szabad az élet. Jó volt visszaigazolni nekik, hogy igen, de hogy ez tényleg stabilan így legyen, ahhoz azért még sokat kell dolgoznunk, és tudom, hogy unalmas, de mégiscsak kérem, hogy a szabályokat tartsuk be, és vegyünk rá olyanokat, akik még nem oltakoztak, hogy válasszanak vakcinát és oltassák be magukat. Innen fogjuk folytatni, de hogyha már említette az ide látogatókat, akkor mi is készítettünk egy ilyen kis helyi körképet, kérdéseket gyűjtöttünk a székesfehérváriaktól is. Nagyon sok emberrel találkoztunk, akik turistaként érkeztek Fehérvárra, ők is megszólalnak, jönnek a vélemények a városról. Én nagyon jól érzem magam itt Székesfehérváron, köszönöm szépen, nagyon barátságosak, kedvesek az emberek, tiszták a közterek, úgyhogy én eddig nagyon elégedett vagyok. Sajnos a pandémia miatt nem nagyon tudtam eddig kimozdulni, de amit láttam, az nagyon tetszik. Köszönöm szépen. Köszönöm, nincs kérdésem igazából, mindent rendben találok, amit ő csinál, és jó egészséget kívánok neki, szép napot. Meg vagyok elégedve az építkezéssel, a fejlődéssel, hogy fejlődik Fehérvár. Igazából itt születtem, szeretek, szabadbattyáni vagyok, de szeretem Székesfehérvárt. Jó sétálni. Tulajdonképpen rendben van minden, ezzel az építkezéssel vannak gondok itt nekünk, mert itt lakom a következő utcába, és kocsival nem tudunk bejönni. Apró gond, egyéni gond. De úgy összességében tulajdonképpen nincs probléma. Németországból érkeztem, és megmondom őszintén, hogy az utóbbi 15-20 évben nagyon sokat változott Székesfehérvár, pozitívan, így van, szívesen járok haza. Szépen épül a város, hát mit kérdezzek tőle? Figyeljen ide. Szerintem nagyszerűen kezelték a járványt is, válságot is, nincs kérdésem, jól van ez így, ahogy van. Nos, hát voltak ugye fehérváriak, ideérkezők, egy egészen pozitív kép rajzolódott ki. Hát biztos lesznek olyanok, akik nem is hiszik el, hogy csak ilyenekkel találkozott a stáb a városban, ilyen véleményekkel.
De nagyon szépen köszönöm a visszaigazolásokat. Kedves Béla bácsinak jelzem, hogy abszolút megértem, tudom, hogy ott az Ady Endre utca eleje az most nagyon-nagyon nehéz, hiszen egy ekkora építkezés, mint a rendház épületének teljes felújítása, úgyhogy belül az udvaron ugye egy új épület szárny is épül, ez bizony azért komoly terhelést okozott a környéken élőknek. Én csak türelmet, megértést tudok kérni. Talán az vigasztaló, hogy utána viszont a közvetlen környezetükben található egyik legnagyobb középület, az tényleg megújul, nagyon szép lesz, és nagyon minden szempontból biztonságos. Egyébként az első üteme a rendház épületének felújítása az június végére be fog fejeződni, és a belső új épület részvér építése pedig október végéig, tehát egy pici türelmet kérek már, és bízom benne, hogy utána már ezt a kis néhány rossz dolgot elfelejtjük, és marad belőle a szépség. Amit viszont nagyon örülök, hogy láthattam ezekből a bejátszásból szereplő megnyilatkozásokból, hogy mosolyt láttam az arcokon, és hát ezből az egy-másfél évből maszk nélkül mosolyogva, beszélgetve az emberek, tehát nagyon nehéz, lelkileg is nehéz időszak volt mindenkinek, és az újraindításra, amikor beszélünk, akkor ritkábban beszélünk arról, pedig hát ugye több szociális civil szervezettel, az egyház megyével, hozzájuk kapcsolódó szociális szervezetekkel arra szövetkeztünk, hogy egy kicsit a lelki újraindításba is próbálunk segíteni az embereknek. Nem lesz könnyű magunk mögött tudni ezt az egy-másfél évet, egyénként, közösségként, de egymással szót váltva együtt erősebbek vagyunk, és talán ezen is könnyebben túljutunk, és ebben a nyár azért szerintem sokat tud segíteni. Az elmúlt napokban gyönyörű idő van, én szerintem a legszebb képet mutatja a város, akár a fehérváriaknak, akár az idelátogató turistáknak. Azért a képhez mindenképpen hozzátartozik, hogy én magam is tartottam nem olyan régen egy Facebook fogadóórát, ott közel 500 kérdés érkezett, ott azért rengeteg olyan problémát is felvetettek, amik viszont kétségtelenül a mindennapokban megjelennek, azon kell dolgoznunk közösen, hogy ebből minél többet, minél hamarabb meg tudjunk oldani. De kérdéseket is ígértem, úgyhogy jöjjenek most a kérdések. Én azt szeretném megkérdezni, hogy terveznek-e újabb parkolókat a belvárosban? Azt szeretném megkérdezni, hogy a főutcán meddig tartanak ezek a munkálatok? Hogy azért most a turista szezon indulna, tehát van-e valami kilátás, hogy befejezzék, mert elég régóta dolgoznak itt? Külvárossal nem foglalkozik senki. Én az Öreghegy lábánál lakom, és ott van egy elhanyagolt teniszpálya, egy úgynevezett pinball pálya, amit gazos mindenféle, szóval egyszerűen, mint a gettó olyan. Meg hát ugye nem tetszik a belvárosba az a macskakő, mert már nem tudom hány cipő, mert tönkretett. És nem én vagyok biztos az egyedüli. Azt szeretném tőle kérdezni, hogy mikor lesz ez a virágóra visszaállítva, úgy, ahogy valamikor nagyon régen volt. Már most nagyon pocsék. És tegnap is teli volt turistával, és fényképezték, ott álltak előtte, és nincs, szóval nagyon csúnyana. Ezt szerettem csak kérdezni. De azt ugye tudja, hogy minden évben megkérdezik a lakosságot, hogy milyen legyen a virágóra, arra szokott-e valamilyen... Szoktam rá válaszolni interneten. Marad-e továbbra is polgármester, mert nagyon meg vagyunk vele elégedve, nagyon sokat tett a városért, és nagyon meg vagyunk elégedve, ennyit tudok mondani. Hogy szeretném, ha maradna, hogy nem menne tovább, az országházba, vannak ott telegen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy szeretném, ha maradna. Nos, hát volt itt mindenféle kérdés, észrevétel, kezdjük akkor a válaszokat. Próbáljuk sorban menni, ha valamit kihagynék, akkor nyugodtan hozzuk azt a témát elő. Belvárosi parkolás, igen, tervezzük, ugye egy parkolóház épül majd a Palotai út elején. Itt hamarosan a közbeszerzési eljárások indulnak, már a kivitelezésre vonatkozóan, és bízom benne, a jövőre már az építkezés zajlik majd, és hát a Murvás parkoló beépítésével a pláza bővítését végző, ugye ez egy magán tulajdonban lévő terület együttes és üzletközpont, ő is egy elég nagy, több mint 1000 férőhelyes parkolót kell, hogy létrehozzon, tehát ott a belváros azon szegletén hát 1500-1800 új parkolóhely fog létrejönni, ami szerintem azért nagyon jelentős, és hát egyelőre parkolóként fogjuk használni a Malom utcába a depónia kiköltözése után a depónia telephelyét is. Ez várhatóan szinte 22-ben meg fog történni, és utána meg is tudjuk a parkolót nyitni.
Ugye a virágórára vonatkozóan volt kérdés, hát ahogy el is hangzott, hogy az emberek döntöttek az idei virágóra kialakításáról is, és értem én, hogy nosztalgikusan mindig visszaemlékszünk egy virágórára, ki ki a sajátjára, mert hogy ez korábban is minden évben változott, vagy legalábbis sokszor változott. Én egyébként azok közé tartozok, akiknek általában minden évben tetszik, mert nagyon szép, színes, virágos városgondnokság szakemberei rengeteget dolgoznak, és hát mondjuk az Instagram felületen azért rengeteget fotót láttunk turisták részéről, és őnekik ez tetszik, de elfogadom, hogy van, aki a virágosabb változatokat szereti, van, aki egy kicsit a zöldebb változatot, van, aki visszasírja egy kicsit a különböző feliratokat, számokat, évről évre erre lehet szavazni, és mindig a legtöbb szavazatot kapó kompozíció az, amit aztán kiraknak virágból a városgondnokság dolgozói. Ugye elhangzott az Öreghegy, hát ami az egyébként az Öreghegy lába, az már nem külváros, hiszen azért ezt már elég jelentősen körülöleli a város. Törekszünk arra, hogy minden városrész folyamatosan fejlődjön, hát pont ahhoz a területhez közel azért a Túrozsáki úton egy elég nagy szabadidőcentrum épült az Aszalvölgyi Árokknak azt a területét. Megoldottuk a Pozsonyi útnak azt az alsó szakaszát, felújítottuk. De hát az az említett két terület, amit a hölgy említ, az mind a kettő magántulajdonban van, egyikhez sincs az önkormányzatnak köze. Annyit talán elárulhatok, hogy a teniszpályákkal és a mellette lévő bolttal együtt egyébként egy áruházlánc fog az én tudomásom szerint építkezni és rendezni azt az egész területet, tehát lehet, hogy ez is meg fog oldódni, de még egyszer itt magántulajdonról van szó, magántulajdonban lévő ingatlanokról, tehát a tulajdonosok dönthetnek annak a sorsáról. Volt kérdés, hogy a macskakő tekintetében, gondolom, hogy itt a várfal, ott megmutató jelképező kiskőre gondol a hölgy. Ugye ezt kifejezetten a műemléki szakemberek kérték annak idején a Sétál utca átalakításakor. Egyébként szerintem szépen visszaadja a történelmi belvárost. Azt elfogadom, hogy én ezt könnyen mondom, mert viszonylag ritkán hordok női cipőt, különösen magas sarkút. Tehát meg fogjuk nézni, de a kialakítás az ennek megfelelően történt. Viszont amit ugye most nem merült föl, de a főutcával kapcsolatban gyakran kapunk meg, ugye az Indának a kérdése. Ezen a bizonyos fogadóórán is sokan tették föl ezt a kérdést. Sajnos ez a műszaki megoldás ebben a formában láthatólag, hogy nem az igazi. Lejárt a fenntartási időszak, tehát most nyílik meg a városnak az a lehetőség, hogy átgondoljuk, hogy milyen műszaki megoldással hogyan lehetne ezt a kérdést hosszú távon megoldani. Tehát akkor próbálnak keresni valami megoldást van, és szeretnénk. És hát volt még egy úr, aki pedig, ha jól értem, a múzeum felújítására volt kíváncsi, azt előbb elmondtam, tehát az első ütem az június végére el fog készülni, egyébként az állványzatot már lebontották, ami önmagában szerintem már mutatja, hogy egy gyönyörű épület gyönyörű felújításának a végéhez közeledünk, és a belső felújítások és ennek a udvaron belüli új fogadótérnek, a új lépcsőháznak, ahol egyébként egy kávézó is lesz, illetve egy múzeum bolt, tehát ahol a múzeumhoz kapcsolódó dolgokat lehet majd megvásárolni, annak pedig a határideje október vége. Tehát lesz egy fél éves beállítása a különböző műszaki berendezéseknek, és aztán 2022-ben pedig egy nagy állami kiállítással, egy Árpádház kiállítással fogja megnyitni a megújult múzeum a kapuit. És hát a végén volt egy kedves kérdés a hölgytől, hogy maradok-e polgármester. Én 2019-ben arra kértem a fehérváriaktól bizalmat, hogy a következő 5 évben is vezethessem ezt a gyönyörű várost. Ez számomra nagyon megtisztelő bizalom, amit ismételten kaphattam, úgyhogy nincs szándékomban elmenni a budapesti nagypolitikába. És hát amennyire így lehet előre látni, én 24-ben is a polgármesteri feladatok folytatásáért indulok majd, és kérem majd akkor is a fehérváriak bizalmát. Úgyhogy amennyiben a hölgyet ezzel most meg tudtam nyugtatni, akkor igyekeztem. Egyébként ezt ugye néhány nappal ezelőtt hivatalosan is bejelentettem. Pont azért, mert számos ilyen megkeresést és kérdést kaptam. Hogyha már ennél a témánál tartunk, akkor én szeretném azt, hogyha megnéznénk közösen azt, hogy itt volt nálunk kedden Dobrev Klára, illetve akkor láthatták a nézők ugye azt a felvételt, ami itt vele készült, és neki ezzel kapcsolatban volt egy véleménye. Ezt nézzük meg most együtt, és akkor utána reagáljon rá, legyen kedves. Mi van Cserpalkovics fejében, azt nem tudom, de valószínűleg nem is vagyok rá nagyon kíváncsi, de azt látom, hogy nagyon sok helyen, minthogyha nem mernének elindulni fideszes képviselők. Tehát az a hangulat, amit én is érzékelek az országjárásomon, ami a Fidesz leváltása irányába vezet, szerintem ezt érzékelik a fideszesek is.
Akkor most fél? Hát nem vagyok egy igazán félős típus, de talán kezdjük egy kicsit az elején. Nem Dobrev, hanem Dobrev Klára, nem Gyurcsány, hanem Gyurcsány Ferenc, nem Orbán, hanem Orbán Viktor, és nem Földi, hanem Földi Judit. A magyar nyelv az szép, és szerintem használjuk úgy, ahogy igazán az szép, és adjuk meg egymásnak a tiszteletet azzal, hogy teljes neveket mondunk. Másodszorban adjuk meg a teljes tiszteletet azzal, hogy nem mondjuk azt bárkire is, ha egy településre érkezünk, hogy az ő véleménye meg, hogy mi jár a fejébe, az egyébként nem érdekli. Mert ugye ez hangzott el. Szerintem ez nem csak nem udvarias, hanem is igazán célszerű. Én kíváncsi vagyok arra, hogy Dobrev Klárának bizonyos dolgokról mi a véleménye, mert szerintem a közéletnek az egyik legfontosabb kérdés, hogy egymás véleményét meghallgassuk, azt tiszteletben tartsuk, lehet, hogy vitatkozunk, de úgy, hogy igenis érdekel, hogy a másik mit mond, esetleg meg szeretnénk egymást győzni. Úgyhogy ennyit a szerintem stílus problémákról, ami pedig a tartalmat illeti. Én bejelentettem egy videóüzenetben, hogy miért szeretném a munkámat polgármesterként folytatni. Ezt Dobrev Klára is és munkatársai is meg tudták hallgatni. Tartalmilag az a probléma ezzel a nyilatkozattal, hogy láthatólag egy budapesti embernek eszébe sem jut az, hogy egy város polgármestere az másfél év után nem hagyja ott a városát, hanem a teljes ciklusban szeretne az annak a városnak a polgáraiért dolgozni, és nem vágyik mindenki Budapestre dolgozni, az országos politikával dolgozni. Én azok közé tartozom, akik mind a kettőt csinálták, sőt, volt egy időszak, amikor párhuzamosan, és nagyon örülök annak a döntésünknek, hogy ez ma már összeférhetetlen. Örülök, hogy részt vehettem ennek a döntésnek a meghozatalában, és azóta sem kérdéses, hogy szerintem helyes döntést hoztunk, és nálam meg az nem volt kérdés, hogy ha választanom kell, akkor én a helyi közélettel szeretnék foglalkozni, a helyi közösséget szeretném helyben szolgálni. Nincs baj a parlament és az országos politizálással, de az egy más stílus, szerintem az ebből a pár pillanatos bejátszásból is világosan kiderült. És hát Földi Judit képviselőasszonynak pedig döntenie kell, hogy a két stílus közül melyiket szeretné. Azt, amit ő helyben képvisel, valamint az ő főnöke most éppen itt is mutatott. Én bízom benne, hogy ő helyi politikát fogja választani, mert a négy ellenzéki képviselőből bőven bele lehet értelmesen a városért helyben dolgozni. Jó példát mutat képviselőtársainak, bízom benne, hogy ezt a példát a jövőben is a helyi közéletben fogja mutatni. De hogyha már a kíváncsiak vagyunk a véleményére és mindenkit meghallgat, akkor azt például hogy értékelte, illetve hát akik mondjuk olvassák a közösségi média felületét, azok már tudják, hogy hogy értékelte, hogy ugye Dobrev Klára Európa Parlamenti képviselő kijelentést tett, június 7-én járt itt Székesfehérváron, és az idézet az valahogy így szól, amit posztolt ezután a látogatás után, hogy senki sem mondta, hogy mennyire hiányzik már neki, hogy Kásler Miklós megtalálja Mátyás király csontjait. A város kiadott e tekintetben egy közleményt, amiben ízléstelennek neveztük ezt a kijelentést, mert hogy hát éppen Székesfehérváron járt, és alig, hogy elhagyja a várost, egy olyan történelmi személyiségről mond, egy ővele kapcsolatos kutatási tevékenységgel összefüggésben egy ilyen véleményt, amely város például Mátyásnak is sokat köszönhet, és amelyik egy történelmi fővárosként büszke történelmére, büszke városként éli a mindennapjait a jelenben. És én ezért tartom ezt egy nagyon szerencsétlen néhány mondatnak. Nagyon populista, nagyon jól hangzik, de valójában mégiscsak bántó és sértő szerintem Székesfehérvár számára. Nem elfelejtve, hogy van egy nagyon fontos programunk, ez az Árpádház program, például a Rendház, a múzeum megújítása ebbe a körbe tartozik, az Aranybulla környezetének felújítása ebbe tartozik, a köztársaság mozi megmentése, látogatóközpontként, kőtárként való kialakítása ebbe tartozik, és ennek része, hogy foglalkozzunk a nemzeti emlékhelyel, és végre méltó kialakítása legyen a nemzeti emlékhelynek. És nem titkoltan az a célunk, hogy az emlékhelyre minden visszatérjen, ami ehhez a városhoz tartozik. Ebbe pedig királyaink csontja is beletartoznak, és beletartozhat, ha megtalálják Mátyás csontjait, és ezt lehet azonosítani, akkor ez a csontlelet is. És szerintem ez a városnak fontos. Fontos a lelkünknek, szívünknek, a büszkeségünknek, a lokálpatrióta érzésünknek, de szabad ehhez talán hozzátenni a gazdasági életünknek is, hiszen ez egy zarándok turizmusként gazdasági kérdés is, ami munkahelyeket teremthet, ami a vendéglátósoknak, a szállodásoknak bevételt jelenthet,
ami Európa szinten is újra az európai szintére teszi Székesfehérvárt. Siklósi Gyula bácsira, hogyha visszaemlékszünk, hogy ő mindig a kor Párizsához, Londonához hasonlította az akkori Székesfehérvárt. Szerintem több tiszteletet érdemel jelen Fehérvára a múlt fehérvári örökségei okán is. Kicsit visszakanyarodnék én az országos politikához, hiszen egy hónappal ezelőtt beszélgettünk talán éppen itt a köztérben a lakástörvényről. Akkor ugye arról volt szó, hogy az önkormányzatok részére egyfajta olyan csomagot igyekeztek összeállítani, ami a határozott és a határozatlan idejű lakásbérleteket is mondjuk értékesítette volna, talán így az egyszerű magyarázat, hogy ezt elmondtam most, és hát ez azért azóta folyamatosan képlékenynek tűnik, alakul, hol áll most a folyamat az öntudomása szerint? Kezdjük az elején, és akkor ez most az önkritika helye lesz, hogy szerintem korábban kellett volna elkezdeni az egyeztetéseket, mindahogy ez a törvényjavaslat benyújtásra került a parlament elé. Annak viszont nagyon örülök, hogy utána ezek az egyeztetések mégiscsak megtörténtek, akár Böröcz képviselő úrral, aki ugye az indítványnak az előterjesztője, akár pedig mondjuk Gulyás miniszter úrral voltak ilyen egyeztetések, voltak, ahol a polgármesterek egyeztettek, Varga Tamással közösen is léptünk ebben a kérdésben Tamásnak, és köszönöm a segítségét, és úgy látom, hogy egy olyan kompromisszum születik, ami az önkormányzatnak a szakmai szempontjait, a lakáspolitikáját is, és nem csak Fehérváron van szó, hanem más településekről is figyelembe veszi, és alapvetően ezt a fajta megoldást a határozatlan idejű bérleti szerződésekkel mögött lévő lakásokra terjeszti ki, ami szerintem viszont egy jó megoldás, erről is beszéltünk már korábban, hiszen ott valóban egy olyan helyzet állt elő, akár évtizedekkel ezelőtt, ami igazán nem jó a bérlőnek, mert sok mindent nem tud kezdeni az ingatlannal, hiszen például egy bankhitelhez nem tudja fedezetként felhasználni, nem tud forrásokat találni igazán a felújítására, hiszen nem az övé, de közben nem is igazán az önkormányzaté, bár az önkormányzat a közösség a tulajdonosa, de nem tudunk vele kezdeni semmit, hiszen abban van egy határozatlan idejű jogokkal rendelkező bérlő. Úgyhogy ez szerintem egy jó kompromisszum, várhatóan ugye az a következő napokban a parlament elé kerül, és talán a jövő héten elfogadásra is kerül maga a végleges szöveg, annak ismeretében pedig, már ahogy beszéltünk róla, a közgyűlésnek lesz lehetősége döntést hozni a határozatlan idejű bérlakásokról. Én ott mindenképpen azt látom, hogy érdemes az értékesítésben gondolkodni. Ennek is lesznek egyébként speciális szabályai. Számszerűen nekünk körülbelül 1000 bérlakásunk van, abból valamennyivel több, mint 400 egyébként a szociális bérlakás, és mindegy 150 bérlakásunk van, ami határozatlan idejű bérlakás, tehát azokat érintheti majd várhatóan ez a szabályozás, de persze várjuk meg, hogy mi lesz a végeredmény, amit döntésként a parlament majd meghoz. De hogyha elvileg marad, akkor az a szociális lakásokat, akkor mondhatjuk azt, hogy talán nem érinti, tehát azt a fajta lakáspolitikát, amit folytatunk, azt szerencsére nem érinti. Én egyébként hangsúlyozni szeretném, hogy általában is szerintem bérlakás építésre is szükség lenne. Nagyon-nagyon drágák ma már az új ingatlanok, bár rengeteg állami kedvezmény van hozzá, adókedvezmény, csókkal összefüggő támogatási rendszer, tehát látszik, hogy az állam a családpolitikával együtt, a lakáspolitikában és az otthonteremtéshez minden segítséget megad a családoknak, különösen ahol gyermekek vannak, vagy a jövőben gyermekeket fognak vállalni, de az is érzékelhető, hogy bizony mondjuk Fehérváron, ami már egy kurens város Magyarországon, de talán mondhatjuk, hogy Közép-Európában is, bizony az ingatlan árak azok nagyon elszaladtak. A négyzetméter árak elég magasak. Nagyon-nagyon magasak, abszolút mérhetők az ország legmagasabb négyzetméter áraihoz az ingatlanok tekintetében, és jó lenne, hogyha ezt egy kicsit oldani lehetne bérlakás építéssel. Úgyhogy én bízom benne, hogy előbb-utóbb ilyen jellegű állami program is lesz. Ha lesz, akkor ebben az önkormányzat is szívesen vállal részt, és szívesen vállal akár finanszírozási szerepet is. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és úgyhogy akkor hamarosan találkozunk, talán mondhatom ezt. Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkinek nagyon szép estét, és nagyon szép nyarat kívánok. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, köztéren egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes időtöltést, viszontlátásra!